Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves online vendégeinket a Kossuth Klub TV első adásán. A mai alkalommal Ludman Mihály, az Irredent a szobrok mesterei című könyvének a bemutatóját láthatják. Először is szeretném megkérni a szerző beszélgető társát, Ludman Ágnes italianistát, hogy fáradjon a színpadra. És szeretném megkérni Ludman Mihályt, aki a József Attila Szabad Egyetemen évtizedek óta az egyik legnépszerűbb előadó, illetve a Lármatán kiadó és a Kossuth Klub közös kiadásában már 5. kötetét jelentette meg, hogy jöjjön és foglalja el helyét. Arra szeretném kérni vendégeinket, hogy amennyiben bármilyen kérdésük van a beszélgetéssel kapcsolatban, azt a Facebook esemény alatt kommentben legyenek szívesek feltenni, és a beszélgetés 50. percétől maradt 10 percünk arra, hogy a kérdéseket itt élőben megkérdezzem a beszélgető társaktól. Köszönöm szépen! Mi is szeretettel köszöntjük az online eseményen résztvevőket és a nézőket, és rá is térünk a könyvnek a bemutatására. Tehát az Irredent a szobrok mesterei című monográfiáról fogunk most egy kicsit bővebben beszélgetni, és rögtön a címmel szeretném kezdeni, hiszen az Irredent a szó, ami az olasz Irredento melléknévnek a magyar nyelvbe átkerülése után vált használatossá, ugye azt jelenti, hogy vissza nem csatolt országrész. Azonban ez manapság kicsit pejoratív értelmű szóként van jelen a köztudatban. Tehát minthogyha szinte reakciós vagy ellenforradalmár jellegű érzéseket közvetítené, pedig ez önmagában tényleg csak azt jelenti, hogy vissza nem csatolt, ami a magyar tragédiára vonatkoztatható. Ez az Irredent a szobrok, ezek konkrétan egy szoborcsoportot jelölnek, igaz? Igen, valóban így van. Tehát ezek a szobrok, amiket így ismerünk, hogy Irredent a szobrok, ezek tulajdonképpen 1921-ben kerültek felavatásra a Szabadságtéren. Az oka borzasztó egyszerű, hiszen 1920-ban aláírták a trianoni békediktátumot, és ezután az egész magyar társadalomban egy olyan ellenérzést hozott ez létre, amely ténylegesen azt jelentette, hogy sürgősen ezt valamilyen szimbolikus formában is meg kellett jeleníteni. A Szabadságtér, mint helyszín, ideális volt ennek a szobornak a felállítására, viszont nem tudom, hogy mennyien ismerik a Szabadságtérnek a történetét, mert igen ritka az, hogy itt az, ahogy manapság is látjuk, a kereskedelmi és pénzügyi élet központja a Szabadságtér, de a régebbi korokban is ritka volt az, hogy a belváros közepén egy ekkora terület beépítetlen maradjon. Erről egy kicsit tudnál mesélni? Érdekes története van a Szabadságtérnek, önmagában a neve is sok mindent elárul. Itt eredetileg a új épületnek nevezett börtön volt, amit a 18. század végén építettek, és hát ez a börtön szolgált arra a célra is, hogy az 1848-49-es szabadságharc leverése után elfogott honvédeket, tiszteket itt börtönözték be. Azonban ez a nagyméretű monumentális épület a város fejlődésében komoly gátot jelentett, ezért az 1880-as években már megfogalmazódott az, hogy ezt a funkcióját vesztett épületet el kellene innen tüntetni, és erre több terv született, és szépen lassan ezt az épület együttest lebontották, és ez nagyon praktikus volt olyan szempontból, hogy a tér üresen maradt
szélein egy olyan épületcsoportot kezdtek el tervezni és felépíteni, amire utaltál. Tehát felépült az Osztrák-Magyar Bank, ami a Magyar Nemzeti Banknak a központi épülete, és később felépült a Tőzsdének az épülete, ami később sokfajta funkciót töltött be. És hát megfogalmazódott az a gondolat, hogy mivel itt a szabadságharc mártírja is jelen voltak ebben az épületben, hogy ezt a teret szabadságtérnek nevezzék el, és ki is írtak egy olyan pályázatot, amelynek az volt a célja, hogy itt egy monumentális szobor kompozíciót fognak felállítani. Ez azonban nem valósult meg, tehát a szoborcsoportra kiírt pályázatok sorra eredménytelenek voltak, kitört az első világháború, és hát ennek köszönhetően ez a mű nem készült el. De ott vagyunk 1920-ban, amikor ez a tér alkalmasnak bizonyult arra, hogy a magyar sors tragédiának ezeket a szimbolikus alakjait elhelyezzék. És ezen a szoborcsoporton kívül ez a tér nagyon sok szobrot fogad még magába. Ezekről tudnál még kicsit beszélni? Az a sajátos, hogy ma már ezek a szobrok nincsenek itt. Tehát, hogyha valaki szeretné felidézni azt, hogy hogyan nézett ki a szabadságtér, ahhoz ténylegesen régi képeket kell megkeresni. Ezekből egyébként a könyvben találunk példákat. Mindegyik olyan lebontott szobrot megmutatunk, amely valamikor itt állt. Elsőként 1921-ben a négy égtáj szobrát állították fel. Ezt a négy szobrot nevezzük Iredenta szobroknak, hiszen az elcsatolt országrészekre utalnak. Később azonban újabb szobrokkal gyarapodott a tér. Ezek között nagyon fontos szerepet kapott az a mű, amit Lord Rothermel rendelt meg egy francia szobrásztól, Emil Guillontól, és ez a szobor a Magyar Fájdalom című szobor volt, ezt a címet viselte. És ezután még több szobrot is felállítottak, ezek között fontos volt Bantholdz tábornoknak a szobra, és hát még a magyar feltámadás szobrát is felállították a Tőzsde épület előtt. Azonban ezeket a szobrokat 1945 után részben lebontották, ugye a négy égtájnak a szobra erre a sorsra jutott, nyomtalanul eltűnt, viszont a bronzszobrokat, azokat raktározták, és ezek később előkerültek, és hát tudjuk azt, hogy például a idősebb Bush látogatás előtt az amerikai tábornok szobrát újra felállították az amerikai nagykövetség előtt, és az mai napig ott áll. Igen, érdekes azt megvizsgálni, hogy a szobroknak milyen életútja van ilyen szempontból, hogy mennyire visszatükrözik éppen a politikai koroknak az eszméit, a gondolatiságot, és a Iredent a szobrok alkotóinak az életútján is megfigyelhető ez, hogy a korszellem miként tükröződik, tehát lekövethető az, hogy éppen milyen fajta megrendeléseken, milyen jellegű szobrokon dolgozik az, hogy éppen mit kérnek tőlük. Most térjünk is rá ezekre az alkotókra. Elsőként kérdezném, tehát, hogy összesen négy égtáj szoborról van szó, négy mester jegyzi ezeket. Igen, négy kitűnő szobrászról van szó, olyan szobrászokról, akik 1882-84 között születtek. Azt mondhatjuk, hogy szerencsés generációhoz tartoztak, mert ekkor már Magyarországon is elkezdődött a művészképzés, de ugyanakkor Európa olyan mértékben nyitott volt, hogy lehetőségük volt, hogy különböző országokban tanuljanak. Tehát itt tényleg az itáliai utak nagyon fontosak voltak, a francia utak is fontosak voltak, tehát nagyon sokfelé jártak ők, és megfordultak tanulmányút céljából. Úgyhogy azt a tudást, amit a 19. század végén egy szobrász elsajátíthatott, ők ezt elsajátították. Utána hazatérve elsősorban a 20. század első évtizedében jelentkeztek ezekkel a műveikkel, amelyek részben külföldön készültek ösztöndíjasként, ahol megfordultak, ott
is alkottak, és ezekkel a művekkel ők sikeresek voltak. Tehát ekkor már megszerveződött a magyar művészeti élet is, különböző társaságok kezdtek létrejönni, művészetpártoló egyesületek alakultak, és ennek eredményeként nagyszabású rendszeres kiállításokat tartottak, és ezeken a kiállításokon bemutatták a műveiket. Ezek között több olyan is van, amely díjat kapott, tehát elismerésben részesült. Úgyhogy mire eljutottak oda, hogy kitört a világháború, és hát mind a négy szobrász koránál fogva katonakorú volt, éppen ezért besorozták őket, tehát a sajtóhadiszálláson is tevékenykedtek. Úgyhogy utána pedig ez már olyan teljesen természetes volt, és a kiválasztásuknál is fontos szempontot jelentett az, hogy olyan mesterekről van szó, akik már bizonyítottak, akik katonaviseltek voltak, nem is voltak már azért olyan fiatalok, tehát ugye a 40. életévük közeledtek, tehát tapasztalt művészek voltak, úgyhogy őket választották ki és bízták meg azzal, hogy készítsék el ezeket a szobrokat. És a háború kitörése, valamint a háború utáni megváltozott kulturális, művészeti élet mennyiben befolyásolta ezen alkotók életútját? Szent Györgyi tudta folytatni a pályafutását, talán ő az a négyek közül, akinek a legtöbb megbízása volt a két háború között és az következő időszakban is, de hogy a többieknek a művészetére mi volt jellemző? Nagyon sokszínű és gazdag életpálya bontakozott ki. Tulajdonképpen mindegyik más. És az a izgalmas benne, és ez a könyv ténylegesen arra vállalkozik, hogy megmutassa ezeket a különbségeket, amely az életpályák között és az elkészült művek között is fellelhető. Azt szeretnénk így röviden bemutatni, hogy mi volt a legfontosabb különbség ezek között a művészek között. Azt mondhatjuk, hogy Sidló Ferenc, aki Gödöllőről indult, tehát a Gödöllői iskolához, amely egy népies szecessziós műhelyt jelentett, tehát hogy ebből nagyon sokat merített, tanult, és ezt látjuk a későbbi művein, és nála nagyon fontosak azok a finom, játékos, dekoratív felületalakítások, amiben benne van ez a fajta tapasztalat. Pásztor János, aki alföldi születésű, az ő szobrai, azok a tömeg tiszteletéről szólnak. Tehát olyan erőteljes, határozott szobrászi plasztikában gondolja el a formáit, figuráit, ami nem csak rá, másra is jellemző a 20. században, de az ő művészetének egyik nagyon fontos sajátossága. Szent Györgyi világa az nagyon közel kerül a klasszicizáló irányzathoz. Tudjuk azt, hogy a 30-as években egy erős neoklasszicista művészet bontakozott ki Európában. Ebben nagy szerepe volt egyébként az olasz művészetnek, a Novecento irányzatnak, és hát a magyar művészeti élet nagyon szoros kapcsolatot tartott a itáliai művészettel, a római ösztöndíjnak köszönhetően. Tehát ő egy sokkal klasszikusabb, higgadtabb, nyugodtabb formálást mutat. Kisfaludy pedig egy olyan ösztönös tehetséggel rendelkezett a tömegformálásban, ami valóban egyedülállóvá teszi az ő művészetét. Abban is nagyon lényeges különbségek vannak, hogy ezek az életpályák, ezek valóban külön-külön alakultak, de sok minden volt, ami összekötötte őket. Tehát elsőként az egyik legfontosabb összekötés az a szabadságtéri szobrokban testesül meg, hiszen őket kérték fel, és hát akarva-akaratlanul azért a szobrászok, hogyha egy közös térben teremtik meg a műveiket, azért mégiscsak figyelni kell egymásra. De azért felfedezhetők az egyéni vonások is minimálisan. Igen, jól láthatóak a különbségek.
Tehát mindegyik szobor más egy kicsit, az alapeszméjében hasonló. Tehát értjük, hogy miért születtek, de jól látható különbségek is vannak a szobrászi megformálásukban. Igen, és hogyha beszélnénk egy kicsit részletesebben a négy égtájról, tehát hogy melyik szobor kihez tartozik, hogy az olvasók, jövőbeli olvasók is kicsit el tudják különíteni egymástól ezeket a szobrokat a kompozíción belül. Igen, a négy égtáj szobrot a Szabadság térnek az északi részén helyezték el. Nagyon érdekes, hogy az a parkrész, ahol ezek helyet kaptak, az mai napig ott van. Hát ma nincs bennük szobor, hiszen tudjuk azt, hogy 1945-ben az egyik legfontosabb cél volt az, hogy ezeket a szobrokat eltüntessék. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy kifejezetten politikai program volt a Tisza István szobroknak az eltüntetése. Tisza Istvánnak a szobor kompozíciója, vagy az őt ábrázoló szobormű az nem is olyan messze a Kossuth téren állt. Tehát a négy irredent a szobor nem volt ettől a Kossuth téri szobor csoporttól messze. Tehát ami különösen fontos és izgalmas, hogy itt úgy helyezték el ezeket a szobrokat, hogy egymást követték. Tehát a nyugat szobrát azt Siddó Ferenc készített el, utána az észak szobor következett, amelyik Kisfaludinak a műve. Ez annyiban különbözik a többitől, hogy ez az egyetlen három alakos szobormű, és ezen megjelennek olyan szimbólumok, amelyek majd a későbbiekben, tehát a hősi emlékművekben is visszatérő szimbólumként jelen vannak, például itt Hungáriának az alakja, és ezután következik, vagy következett Pásztor Jánosnak a Kelet című szobra, és a végén pedig a Dél, amit Szent György István alkotott. Mindegyike más, tehát hogyha kiemeljük mondjuk a Dél szobrát és Szent Györgyinek ezt a művét, akkor azt látjuk, hogy ezen két olyan figura van, egy nő és egy férfi, akik a jellegzetes ilyen paraszti viseletben vannak. Fontos azért ez a szimbólum, mert a délvidék az Magyarország egyik legfontosabb gabonatermő vidéke volt. A keletnél megjelenik egy ilyen honfoglaláskori páncélos öltözetű férfiú, aki úgy összekapcsolhatunk Csaba királyfival, hiszen tudjuk azt, hogy Erdély, a székelység és Csaba királyfi között milyen mitológiai kapcsolat van. Tehát, hogy ezek nagyon fontos, elhatározott és jól átgondolt képi szimbólumok. Persze ez is úgy működött, hogy a szobrászok elkészítették a tervet, tehát nem sokkal a békediktátum aláírása után megfogalmazódott a főváros kulturális vezetésében az, hogy fel kellene egy ilyen szoborcsoportot állítani, és utána felkérték ezeket a szobrászokat, és tudjuk azt, hogy már ősz folyamán, tehát novemberben már készen voltak a szobortervek, és utána nagyon gyorsan el is készült, mert január 16-án ezeket a szobrokat már fel is avatták. Tehát gyakorlatilag egy évvel a maga után, a tárgyalások után, a békediktátum után. Ez azért eléggé gyors tempó, tehát hogy tényleg megvolt a városvezetésben az az igény, hogy ezt a fájdalmat szobor formába öntsék. Ezért érdemes szerintem elmondani azt, hogy csak ez a szobor, kihangsúlyozni, hogy csak ez a szoborcsoport illethető az irredenta szobornével, még hogyha manapság használják ezt ugye másra is. Igen, hát tényleg használják, mert hát amiről a legelején beszéltünk, hogy maga az irredentizmusnak az elnevezése, fogalma, és ahogyan ez majd megjelenik a történelem oktatásban, ez egy olyan eszméhez kötődött, ami miatt a hasonló témájú szobrok
Irodákra is ráillesztették ezt az elnevezést. De alapvetően az Irredenta szobor, ez a négy szobor, ami tehát a Szabadság téren állt. A két világháború között nagyon sok feladata volt a szobrászoknak, hiszen önmagában a könyvben egy külön fejezet szól a szobrászat világáról is. Azért érdemes azt elmondani, hogy a szobrászat az a műfaja a képzőművészetnek, amelyik térben alkot, domborművek is ide tartoznak, de az is egyfajta sajátosság, hogy a szobrászatnak is vannak különböző műfajai. Tehát a szobrászaton belül műnemeket különböztetünk meg. Ezek között csak az egyik a köztéri emlékmű. A köztéri emlékművek, és itt, hogy miért is sajátos ez a négy Irredenta szobor, a köztéri emlékműveknél a legfontosabb az, ami kialakult, és az 1880-as évektől kezdve Magyarországon is szép számmal emeltek ilyen szobrokat, azok a nagy emberek emlékét őrizték meg. Például a Nemzeti Múzeum előtt levő Arany János szobor, vagy akár a ország szerte sok helyen felállított Kossuth szobrok, vagy Petőfi szobrok. Tehát ezek ezt a célt töltötték be. Ez volt a köztéri emlékmű szobor. Kialakultak azonban olyan műfajok is, amelyek bensőségesebb világhoz tartoztak, hiszen a köztéri emlékművet kirak egy térre, azt bárki láthatott, ott emberek jöttek, mentek, de az intimebb műfajok közé tartozott a portrészobor, amit jobb módú megrendelők kértek a szobrászoktól, amik nem kerültek nyilvánosságra. Tehát azt megrendelte egy család, megrendelte egy fontosabb, jelentősebb személy, akinek a családjában művészetnek ilyenfajta tisztelete is volt. És emellett fontos volt még műfajként az, hogy ezek a szobrászok, és ezt jól látjuk mind a négy szobrásznál, hogy a 19. század végén, 20. század elején egy olyan intim műfaj jön még létre, ami az akt szobrászatot jelenti. Ezek elsősorban kisplasztikák, tehát ezek a kisplasztikák, hogyha nagyon szó szerint vesszük az értelmét, az annyit jelent, hogy 80 cm-nél kisebb szobrok, de általában ezek ilyen 20-30 cm-es rendszerint bronzból öntött kis szobrocskák, amelyek női aktokat ábrázolnak. Tehát ezek is a szobrászathoz tartoztak, és emellett még a 1870-es, 80-as években Magyarországon is kibontakozott a síremlékszobrászat, ami viszont a temetőknek a műfaja. És azért érdekes itt a háború utáni időszak, mert ugye ekkor jött létre, vagy született meg, 21-ben avatták fel ezt a négy Irredenta szobrot, ami köztéri emlékmű, de ugyanakkor nem nagy embert ábrázol, és nem azok közé, a műfajok közé tartozik, amit az előbb említettem. De ez viszont egy új műfaj is kialakult, és az előző könyv, ami egy éve jelent meg, a Nagyháború hősi emlékezet, ez erről szól, hogy létrejött a hősi emlékműveknek a típusa, amely pedig azért különleges, mert ez lényegében a temetői emlékmű szobrászatnak a köztére helyezését jelentette. Hiszen ez is olyan, mintha egy temetői emlékmű lenne, mert nevek vannak rajta, anélkül nem hősi emlékmű a hősi emlékmű, de ugyanakkor olyan elemekkel él, tehát a katonábrázolás, vagy akár Hungária lakjának az ábrázolása, amely az Irredenta szobrokban is jelen van. Tehát az Irredenta szobrok valahol a köztére emlékmű, meg a hősi emlékművek között vannak, de valójában tényleg egy ilyen sajátosan új műfajt jelentettek a szobrászat világában. Amit tényleg, ahogy mondod, egyesítik magukban ezeknek a további műfajoknak a különlegességeit. És a könyvben is nagyon szembetűnő és rendkívül jól felépítettek a szerzők életrajzai, hiszen ismerteted a háború előtti tevékenységüket, a háború alatti munkájukat,
amikor ugye besorozták őket, és azután, hogy mi következett a háború után, és nagyon érdekes az, ahogy a műfajok is változnak, tehát ahogy az ő életútjuk is halad előre, úgy egyre inkább más műfajokban tevékenykednek. Talán a síremlékeknek a művészete mind négyüknél a legutolsó, tehát a háború utáni tevékenységükre jellemző. Igen, ebben benne van a kor változása is. Tehát amikor ők elindultak a szobrászi pályán, akkor az európai művészetben, már a szobrászatot értve most itt, az elég sokszínű volt. Tehát azt látjuk, hogy a belgiumi szobrászatban egy realista, naturalista irányzat született meg. Ugyanakkor a francia szobrászatot nézzük, ott különösen a Rodin iskola, az egy könnyedebb, játékosabb, plastikusabb formálást hozott létre, és az is jól látszik, hogy megindul egy olyan fajta gondolkodás is, amely a múlt felé igazodik, és ebben a múlt felé igazodásban megjelennek a archaikus, tehát a korai európai szobrászatnak a gondolatai, formái. Úgyhogy ezek adják azt, hogy ezeknek a szobrászoknak a világháború előtti művészetük valóban sokszínű és változatos volt. Ehhez még hozzájárul az is, hogy azért a 19. század vége, 20. század eleje az egy picit a szimbolizmusnak a világa. Tehát, hogyha olyan szobrokat nézünk, mint a panasz vagy a kígyóbűvölő, akkor jól látszik, hogy ezek nem pusztán csak női aktok, hanem önmagukban a címükben, a figurák mozdulatában, testtartásban, arckifejezésben is valami több fogalmazódik meg, mint egyszerűen egy plasztikai leképezése a valóságnak. Igen, általában ezek a női aktszobrok, hogyha jól olvastam, a művészek életpályájának az első időszakára tehetők, amikor még a különböző pályázatokon vettek részt ezekkel a szobrokkal, és utána meg is jelenítették kiállítás formában. De tényleg nagyon érdekes, ahogy mondod, hogy ezeknek a többlet jelentését a későbbi műfajokban is felfedezhetjük, ugyanúgy, mint ahogy a kor filozófiai áramlatai is megjelennek a műveken keresztül, akár a hegeli gondolatok, akár pedig a háború utáni és az újrakezdés reményében újra induló gondolatcsírák is megjelennek minden alkotónál. Igen, ez azért volt lehetséges, mert ők egy olyan európai művészeti térben léteztek, amelyben természetesen tudták azt, hogy hol mi jelenik meg, milyen új gondolatok. Sőt, ami szintén nagyon fontos, hogy ezeknek a művei, azok megjelentek nemzetközi kiállításokon is. És ezekből szerencsére elég szép számú volt, és például ezeken a nemzetközi kiállításokon jelentős sikereket értek el a művészeink, olyannyira, hogy van olyan szobor, amit az olaszok vásároltak meg, és ma a római modern gyűjteménybe található, de olyan is van, amelyik például a norvég király vásárolta meg, mert annyira megtetszett neki, hiszen ezeknek a művészeknek kiállításokat rendeztek Európa szerte, sőt, még Észak-Amerikában is megjelentek. Ennek az egyik legeklatánsabb eleme az, amikor Kisfaludy Stróp Zsigmond ellátogat az Egyesült Államokba, mert egy művét egy amerikai gyűjtő vette meg, azt ő személyesen elvitte. Amikor visszafele utazott, akkor megállt Angliába. Ott olyan sok feladatot kapott, többek között a királyi család tagjait is megmintázta, úgyhogy a mai Erzsébet, ma is élő Erzsébet királynőnek a kislánykori portréját, azt nagyon jól ismerjük Kisfaludy művéből. Úgyhogy ennek eredménye az, hogy Kisfaludy tulajdonképpen 4 évet töltött az Egyesült Királyságba, és népszerű és ismert szobrász volt, remek műveket készített.
komoly támogatókat szerzett, többek között Lord Rothermer is felfigyelt a művészetére. Ennek az lett a következménye, hogy Rákosi Jenőnek, aki a kornak egy nagyon népszerű, divatos, kitűnő színdarabírója volt, egy időben a Népszínház igazgatója is, hogy az ő szobrára a megbízást az Kisfaludi kapta, amit fel is állítottak nem messze a Blaha Lujza tértől, amit természetesen 45 után szintén lebontottak. Úgyhogy ezek a szobrászok, ezek részt vettek ezeken a nemzetközi kiállításokon, ismertek voltak, népszerűek, sikeres művészek voltak. Tehát ez pedig tényleg azt jelentette, hogy nem feltétlenül, tehát ők is figyeltek az európai művészeti tendenciákra, de ők már olyan szakmai tudással rendelkeztek, hogy nem nekik kellett a divathoz igazodni, hanem ők teremtettek iskolát. Többek között ez úgy is megjelent, hogy a négy szobrászunk az a képzőművészeti főiskolán is oktatott, tehát tanári tevékenységet is kifejtettek. Azért is nagyon érdekes, mert ha jól emlékszem, Szent Györgyinél írtad azt, hogy miután Franciaországban töltött egy időszakot, hogy Rodennek a szobrászművészetét tanulmányozza, és aztán szakít ezzel, és hogy a saját stílus ki tudja bontakoztatni. Tehát nem csak az, hogy külföldön kiállításokra küldték a műveket, hanem a rendkívül alapos honi tanulmányok és a külföldi tanulmányutak alatt egy teljesen egyéni stílust tudtak ők kialakítani, és a külföldön látott jó példákat mennyire ötvözni tudták, és ezzel elérték azt, hogy a saját stílusuk ennyire elismert legyen, mind Magyarországon, mind pedig külföldön. Egy kellemetlenebb sorsa lehet egy szobornak, amikor ugye az elbontásra kerül, vagy éppen beolvasztásra kerül, és ahogy említetted, erre rendkívül sok példát láttunk a történelem során, a Tisza szobroktól elkezdve a címadó szobrokon keresztül. Erről beszélgessünk egy kicsit, hogy azon kívül, hogy a politikai tevékenység, politikai irányzat, vagy éppen parancs miatt bontanak el szobrokat, hogyan alakulhat egy szobornak a sorsa, életútja? Sajátos dolog ez, mert a szobornak tényleg megvan a maga élete. Helye is van, szerepe is van, kultúrtörténeti jelentősége és sorsa is van. Hogy ezzel a négy szoborral, tehát a négy irredent a szoborral az történt, erről részletesen lehet a könyvben olvasni, és korabeli dokumentumokkal hitelesített ez, hogy egész egyszerűen utasítást adtak arra, hogy ezeket el kell tüntetni. Ami viszont nagyon sajátos, hogy úgy tüntették el őket, hogy ezeket már nem is dokumentálták. Tehát valahol titokban, kicsit 1945. augusztusában ezeket eltüntették onnan, és utána nem is kerültek elő, darabjai se kerültek elő. Most ez a szoborrombolás, ez természetesen más művekre is kiterjedt, de a 20. század az a magyar történelemben egy elég tragikus időszak, művészettörténeti szempontból is. Elsősorban azért, mert ami elkezdődött az 1870-es, 80-as években a magyar szobrászatban, és annak az lett az eredménye, hogy nagyon sok kitűnő köztéri szobrot készítettek. Ezeknek a köztéri szobroknak jelentős részét azokon a területeken, amelyet a trianoni békediktátum más államoknak ítélt, ezeket szépen módszeresen elpusztították. Az 1930-as években még olyan újság is, amit dél-amerikai magyarságnak hívtak, tehát amit Dél-Amerikába adtak ki az ott élő magyaroknak, az összesítette, hogy például ők úgy nevezik, hogy a cseh uralom alá került területen 45 szobrot bontottak le, de ismerjük konkrétan is, tehát azt, ahogyan a pozsonyi Mária Terézia szobrot
lerombolták, összetörték, ahogy a Kassai Honvéd emlékművet, ahol még a tömegbe is lőttek, és nőket gyilkoltak meg a sorttűzzel, mert felháborodtak egyszerűen a kassaiak, hogy hogy lehet ilyent tenni. De hasonló volt a helyzet Erdélyben, a délvidéken is, tehát tényleg az történt, hogy a magyar szobrászatnak jelentős mesterei által alkotott műveket az 1919-es évvel kezdve szépen lassan, volt, amit csak a 30-as években bontottak le, törtek össze, olvasztottak be, tehát egyszer volt ez a veszteség. Ezután 1945-ben egy olyan fordulat történt itt Közép-Európában, amikor, és megint dokumentumok vannak, szólnak erről, hogy meghirdették azt, és ennek az egyik szobrász megbízottja Vil Tibor volt, hogy, és olyan címmel jelent meg, hogy ledöntik a reakciós szobrokat. És akkor ebbe tartoztak a Tisza Istvánt ábrázó szobrok, és hát ebbe tartoztak természetesen az irredenta szobrok is. De ez lett a sorsa tulajdonképpen a francia szobrásznak, a Magyar Fájdalom című szobrának is. Tehát azt szerencsére nem törték össze, de elszállították, lebontották, elszállították onnan, ahol... Került ezeknek a helyére valami? Vagy üresen maradt általában ezeknek a helye, vagy a kor megrendeléseinek megfelelően éppen földműveseket ábrázoló boldog családokat ábrázoló szobrok jelentek meg? Igen, ez így természetes, és hát valóban azt látjuk, hogy tehát a 45 után lebontott szobrok, azokat szobrokat megsemmisítették, beolvasztották jelentős részét. Tehát ez volt az újabb olyan korszak a magyar szobrászat történetében, amikor megint nagyon komoly károkat okoztak. Azért sokat helyettesítettek, és hát a Szabadság téren ezt láthatjuk, hogy a egykori országzászlónak a helyén, amely szintén egy komoly művészi alkotás volt, hiszen Kismarty Lechner Jenő, aki a két világháború közötti időszaknak egyik legjelentősebb magyar építésze volt, ő tervezte, építészeti terveket ő készítette, és Füredi Rihárd volt, aki a szobrászi terveket készítette. Ezt lebontották, helyére felépítették a szovjet hősi emlékművet. És ezt máshol is megtették, például a nagykanizsai emlékmű esetében, tehát amit Nagy Magyarország emlékműnek nevezünk, azt is ledöntötték, mégpedig úgy, mivel 10 méteres nagyságú volt, azért ástak mellette egy árkot, ledöntötték, utána elföldelték, a helyén később felállították a Tanácsköztársaság emlékművét. És hát tudjuk azt, hogy a Szabadság téren is állt olyan szobor, és hát itt kapcsolódik az, amit mondtál, hogy egyes mesterek azért úgy túlélve a kort, részben a felkészültségüknek, ismertségüknek köszönhetően azért olyan szobrokat is készítettek, amely az új rendszernek felelt meg. Tehát felállították Kisfaludy Stróp Zsigmondnak a Hála című szobrát, aminek a teljes címe az, hogy a magyar nép hálája a nagy Sztálinnak. Tehát, hogy ilyen változások történtek. Az a szerencsés, hogyha olyan változást hajtottak végre, amikor a szobor azért megmaradt. És hát erre is látunk példát, nem csak elföldelve, múzeum pincéjébe elrejtve, és hát szerencsére azért az újabb történelmi korszakváltás, ami ugye 1990 körül bontakozott ki, ennek az eredménye az lett, hogy ezeknek a szobroknak egy részét, legalábbis ami megmaradt, azt felállították. Nem az eredeti helyükön, persze erre is van példa, az emlegetett nagykanizsai emlékművet a eredeti helyén állították fel, de hát tudjuk azt, hogy a Szabadságtérnek a szobrai közül az amerikai tábornok szobor az, ami visszakerült oda, de a magyar feltámadás szobrának a helyén egy bronzüst látható,
az északi részén a Szabadság térnek meg üres park részletek vannak, ahova nem került semmi. De hogyha onnan elindulunk a Kossuth tér felé, akkor látjuk azért, hogy nagyon komoly szándék van arra, hogy ezeket az elpusztított emlékműveket újraállítsák, hiszen a Nemzeti Vértanúk emlékműjét az nem olyan régen avatták fel, ott, ahol felállították még a 30-as években. Igen, szerencsés az a művész, aki hiába az éppen aktuális politikai korszellem, mégis meg van a lehetősége arra, hogy alkosson a kisfaludi Strobl esete, például pont ez, hiába a magyar nép hálája a nagy Sztálinnak, de volt lehetősége alkotni. Mind a négy szobrászunkról ez elmondható, az irredenta szobrok alkotóiról, hogy megmaradt a alkotói szabadságuk, tudtak a 45-ös események után is ugyanúgy alkotni, mint korábban? Szent György István és Pásztor János nem élte meg ezt a időszakot, tehát Pásztor 45-ben Buda ostromának idején halt meg. Sidló Ferencet gyakorlatilag hát úgy tudomásul vették, hogy van ilyen szobrász, és tudunk arról is, hogy még küldött be művet, de gyakorlatilag jelentős feladathoz nem jutott. Úgyhogy Kisfaludi volt a négy szobrász közül az, aki igazán még a következő korszakban is szép hosszú élete is volt, és nagyon gazdag és sokszínű alkotások fűződnek a későbbi korszakához is. De ezt a tendenciát, ezt látjuk sok más szobrásznál. A már emlegetett előző kötet, a Nagy háború hősi emlékezete című kötet 30 olyan szobrásszal foglalkozik, akiknek meghatározó szerepük volt a hősi emlékművek készítésében. Ők sem csak ezzel foglalkoztak, tehát az ő életművükben is ott vannak a síremlékek, a kisplasztikák, a portrészobrok, zsánerszobrok, tehát sok mindent megjelenítettek, de az ő, vagy azok között, a művészek között is szép számmal vannak olyanok, akik még ugye a 60-as, 70-es években is élő és alkotó művészek voltak, de annyira kikerültek a művészeti közgondolkodásból, a kiállításokról, hogy szinte el is felejtették őket. Úgyhogy az a könyv azért íródott, mert azért kitűnő művészek voltak, és velük is kellett foglalkozni. Ez a könyv pedig egy kicsit azért, amivel az elején kezdtük, hogy ez a fogalom, hogy irredenta és irredenta szobor, ez olyan sok hamis tévképzetet kelt, és hát az az igazság, hogy nagyon sokan nem is tudják, hogy mik voltak ezek a szobrok, hol álltak, és egyáltalán mi volt a szerepük. Ez a könyv erre tényleg egy nagyszerű lehetőség, hiszen a rendkívül tartalmas leírások és a szerzői életutak részletes bemutatása mellett láthatunk rendkívül sok reprodukciót a művek, az alkotóknak a különböző műveiről, valamint korabeli fényképeket, ábrázolásokat is arról, hogy hogyan néztek ki ezek az alkotások, amik ma már nem fellelhetők. Ebben is a fényképeket is, hogyha jól tudom, akkor te készítetted a most látható szobrokról. Igen, ez nagyon érdekes feladat volt olyan szempontból, hogy azok a művek, a kis plasztikák, amelyek eltűntek tulajdonképpen a nagy közönség szem elől, hogy ezeket hogyan lehetne reprodukálni. Azért szerencsés dolog, hogy a két világháború között már jelentős olyan sajtó volt, amelyek ezeket reprodukálták, tehát így fel lehetett ezek közül lelni néhányat. A köztéri emlékműszobrok pedig szerencsére azok ott állnak, vagy újraállnak, és hát azokat valóban én fotóztam, ami azért elég
jelentős utazást igényelt, hiszen az ember úgy arra gondol, hogy Kisfaludinak Füzesabonyba, Putnokon, de Körmenden is van szobra, és hát hasonlót a többi szobrásszal kapcsolatban is elmondhatunk, tehát azért ez egy elég komoly utazás és felfedezés volt. De nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ha nem is az összes köztéren levő szobrát mutatjuk meg, de legalább egy kicsit az előző kötet folytatásaként a köztéren levő hősi emlékműveiket mind szerepeltessük. Már csak azért is, mert ez egy külön műfaj, fontos műfaj volt, és így kiegészítve, folytatva azt, amit az előző kötetben elkezdtem. Így van, és hozzá csatolva ennek az új műfajnak a különlegességeit, mint irredent a szobor, ami magában foglalja a hősi emlékműnek a bizonyos stilisztikai formáit és vonásait is. Mit gondolsz, mi lesz-e folytatás a kutatásban, hiszen ez rendkívül sok kordokumentum átolvasását is jelentette, mikor összeállítottad az anyagot, korabeli újságok tudósításai, éppen a kiállítás megnyitókról és a különböző szerep szobrászoknak a megjelenése akár külföldön, akár itt Magyarországon. Van-e terv arra, hogyha lehet ilyet kérdezni, hogy mi lesz a következő lépés a szobrászat, magyar szobrászat történetének a bemutatásában részedről? Folytatni kellene. Ennek a kötetnek egy fontos eleme az, hogy eddig igényes, alapos monográfia az csak Kisfaludi Stróbról jelent meg. Tehát ezért tartottam fontosnak, hogy részletesebben bemutassam a másik három szobrász életművét is. Úgyhogy nagyon sok feltáratlan anyag van. Tehát az előző, a Nagyháború hős emlék művei című kötetnél egy fontos dolog volt az, hogy hát ugye az 30 szobrász, de körülbelül kétszer ennyi szobrász foglalkozott ilyennel, akiknek az életműve, vagy legalábbis jelentős részüknek az életműve ugyanúgy felejtésre ítéltetett, úgyhogy ezeket is fel kellene dolgozni, és bármilyen furcsa, az ember azt hinné, hogy a 20. században vagyunk, de mégis azt látjuk, hogy mai napig vannak olyan igényes, szépen megformált figurális emlékművek, amelynél még eddig nem sikerült az alkotót fellelni, ami kicsit abszurdnak tűnik, de valóban vannak erre is példák. Úgyhogy ez egy nagyon szép és izgalmas feladat, és hát én azt hiszem, hogy sok szempontból hiánypótló is. Már csak azért is, mert kitűnő művészek voltak. Tehát ez a négy szobrász is, meg azok, akik a hősi emlékmű szobrászatában részt vettek, és ha egy-egy településen az ő művük áll, akkor tényleg azt kellene valahogy egy picit úgy erősíteni, hogy azok, akik ott élnek azon a településen, azért úgy tekintsenek rá, mint a 20. század egyik legnagyobb magyar szobrászának az alkotására. És úgy becsüljék meg, és legyenek büszkék rá, hogy ilyen művek vannak. Nagyon szépen köszönjük a tartalmas és érdekfeszítő beszélgetést. Nagyon izgalmas mindannyiunknak, akik itt készítjük ezt a produkciót, hogy az online térrel való kommunikáció, illetve az online térben a képernyő előtt ülőkkel való kommunikáció az milyen dinamikával zajlik. Egyelőre a gratulációk özönét láttam a kommentekben, és én is szeretnék gratulálni, mert azt gondolom, hogy itt nagyon fontos könyvekről beszéltünk. Viszont szeretnék egy olyan kérdést föltenni, nyilván úgy is, mint a Kossuth Klubnak az elnöke, illetve mint a Lármatán kiadónak az igazgatója, ez Mihályt személyesen fogja érinteni, hogy én látom azt, hogy milyen hatalmas munka zajlik a háttérben. Tehát ezeknek az életműveknek a feldolgozása, ezeknek a tematikáknak a feldolgozása, ez egy különleges művészettörténeti munkát igényel, hogy
Te saját magadat hogyan tudod definiálni, vagy hogyan, milyen identitást tudsz a saját művészettörténeti tevékenységednek adni? Hogyan tudod esetleg ezt egy ilyen jövőbeni mezőbe elhelyezni? Tehát hogy látod ezt? Mert én azt látom, hogy az ismeretterjesztő térben a te jelenléted az nagyon, nagyon határozott és nagyon eleven. Rengeteg sok ember van, aki követ téged, és aki keresi folyamatosan azokat a fórumokat, ahol te megnyilvánulsz. Ez egy külön út, tehát ez nem a klasszikus akadémiai út. Én nagyon örülök annak, hogy ezt bármilyen módon le tudom követni, akár a könyvek kiadása, akár a szabad egyetemi előadások szervezése tekintetében. Szeretném, hogyha hosszú távon együtt tudnánk dolgozni, csak ezt az identitás definiálást szeretném valamilyen módon megkérdezni, hogy itt hogy látod a te saját szerepedet a művészet történet magyar kortárs viszonyain belül? Hát, nagyon fontos, amit említettél, hogy számomra a művészet az azt jelenti, egy olyan világot jelent, amit minél több emberhez el kellene juttatni. Tehát önmagában az előadások erről szólnak, ténylegesen ezek a írások, publikációk, könyvek is azt a célt szolgálják, hogy olyan területek, amelyek részben számunkra azért fontosak, mert a magyar művészethez kapcsolódnak, részben pedig azért, mert ugye a kutatások során felfedeztem azt, hogy ezekről még szinte alig, vagy nincsenek információk, vagy hamis információk vannak. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy ezt valakinek meg kellene tenni, hogy feltárja, kutatja, bemutatja, és hát én a magam szerény eszközeivel arra vállalkoztam, hogy ezt megtegyem. Nagyon szépen köszönöm, ezt zárszóként is használhatjuk, én úgy gondolom. Amire még szeretném felhívni kedves online vendégeinknek a figyelmét, hogy a Kossuth Klub TV további adásokkal is fog jelentkezni, és ezek között terveink alapján szerepelni fog néhány szabad egyetemi előadás sorozatnak az ilyen formában történő megvalósítása. Ezek között szerepel Ludman Mihály egyetemes művészettörténeti sorozatának a rögzítése is. Nyilván itt a tapasztalatainkat próbáljuk majd felhasználni. Ez egy nagyon izgalmas és új dolog. Nézők nélkül, akikkel ugye szemkontaktust tudunk felvenni, egészen más a gondolatoknak az áramlása, másféleképpen próbáljuk meg kifejezni magunkat, de arra törekszünk, hogy ezt a formát is megismerjük, és adaptáljuk a Kossuth Klubnak az ismeretterjesztő tevékenységébe. A szabad egyetemi előadás sorozatok mellett kerekasztalbeszélgetésekre is sor fog kerülni, ugyanúgy könyvben mutatókat is tervezünk még ebben az évben, úgyhogy arra kérem kedves vendégeinket, hogy kövessék a mi Facebook hírfolyamunkat, és szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!